Sziasztok gyerekek, majd nagyon különleges mesét hoztam nektek. Ez a mese egy születésnapról szól, méghozzá Globi, vagyis a Földünk születésnapjáról, hiszen ma van a Földnapja. Ennek a mesének a címe Varázslatos születésnap. Globi éppen az ébredező tavaszi erdőben sétálgatott, mikor motoszkálást hallott maga mögött. Megfordult, és látta, hogy a bokrok között a sün igyekszik valahová. – Szia, Globi! Hallottad a hírt? Nagy esemény van készülőben! – újságolta. – Micsoda? – pislogott értetlenül Globi. – Sámán Sas 70. születésnapja van, és a családja ünnepséget rendez a tiszteletére. Mindenkit meghívtak ma estére a főrétre. Természetesen téged is. – Na hát! – kerekedett el Globi szeme. Én még sosem voltam ilyen ünnepségen. Mi az a születésnap? A születésnap? Ó, hát ez egy olyan nap az évben, ami csak rólad szól. A nap neked kell fel, a madarak neked énekelnek, és aznap minden olyan csodálatos. Hű, ez nagyon jól hangzik, mosolygott Globi. Vajon mit kell ahhoz csinálni, hogy valakinek ilyen születésnapja legyen? A sűn megvakarta a kopakját, és gyorsan rávágta. Hát, ahhoz meg kell születni. Aha, értem, mondta Globi, és bőszen bólogatott. Neked mikor van ilyen születésnapod? Ó, hát az én születésnapom nem rég volt, meg is ünnepeltük, igazi lakomát csaptunk. Mert persze a születésnap a meglepetésekről is szól, és a családod ajándékokkal kedveskedik neked. Globinak tetszett ez a születésnaposdi, de valahogy nem értette a dolgot, mert ő nem tudott róla, hogy neki lenne ilyen. És azért tovább kérdezősködött. És azt honnan lehet tudni, hogy mikor van valakinek a születésnapja? Emlékszel a születésedre? Aj, dehogy is, dehogy emlékszem, hiszen az régen történt. És akkor még nagyon kicsi voltam, de a családom, ők jól emlékeznek rá. Mond, lehetséges, hogy nekem is van ilyen napom? Vagy esetleg nekem nincs? Hogy nincs születésnapod? Ó, ugyan már, Globi, ne beszélj butaságokat. Aki ér, az megszületett, tehát van születésnapja. Ó, ne haragudj, de most mennem kell, este találkozunk a réten. Miután elköszönt a sünntől, Globi elgondolkodott. Ő nem emlékezett a születésére, de nem is volt senki, akit megkérdezhetett volna. Arra gondolt, talán a sűn rosszul tudja, és másoknak is van, akiknek nincsen születésnapjuk. Úgy döntött, megkérdezi a többi állatot is. Szia, Mókus! Hallottad, hogy ma van Sámán Sas születésnapja? Mondd csak a tiéd, mikor van? Június 15-én, vágta rá azonnal a Mókus. Tavaly egy remek magtárolót kaptam ajándékba. Aj, hogy ez mekkora meglepetés volt! Adarta izgatottan. Szerinted nekem mikor van a születésnapom? Jaj, nem tudom, Globi, néha a sajátomat is elfelejtem, de az anyukám mindig tudja és gondoskodik róla, hogy felejthetetlen legyen. Köszönöm, Mókus. Köszönte Globi, és tovább ballagott. Ott közben még találkozott a rókával, akiről kiderült, hogy tél végén született, de ő sem tudta, hogy Globinak mikor lehet a születésnapja. Így volt ez a medvével, a menyéttel és a farkassal is. A sajátokat mind tudták, de Globiét senki. Mire leszállt az este, Globi egészen nekikeseredett. Úgy érezte, a remélt saját szülinapot sosem találja meg. A főréten már sok állat összegyűlt, felsorakoztak Sámán Sas családja és még a legtávolabbi rokonai. Születésnapi dalokat énekeltek a torta körül, és sorban adták át ajándékaikat az öreg varázslónak. Globi nehezen tudta visszatartani a könnyeit, így hát elkullogott az ünneplő tömegtől, nekidőlt egy fatörzsének, és elsírta magát. Ekkor odalépett hozzá valaki. Globi felnézett, és Sámán Sas állt előtte. Téged meg mi lehet, kedves barátom? Nem engedhetem, hogy épp a szülinapomon szomorkodj. Mondd el gyorsan, mit szeretnél, és ide varázsolom, bármi legyen is az. Hát, hüpögte kissé megszeppenve Globi.
Tudnál nekem esetleg születésnapot varázsolni? Micsoda? Kérdezte szemöldökét felmomva a sas. Születésnapot? Igen, születésnapot szeretnék, olyat, amilyen neked és mindenki másnak is van. Mindenki tudja, hogy mikor van a szülinapja, és mindenki a családjában ünnepli. Nekem pedig még családom sincs. És ahogy ezt kimondta, már keservesen zokogott. Glóbi, Glóbi, figyelj rám jól! Már hogy ne lenne családod? A te családod mi vagyunk, meg az emberek. Nem vagy egyedül. De akkor nekem miért nincsen születésnapom? Én úgy tudom, van egy nap a naptárban, ami csak rólad szól, és csak is a tiéd. Tényleg? És Glóbi arca felderült. Bizony, az emberek úgy hívják, a Föld napja. Hűha! Lelkendezett Glóbi most már nevetve, és amikor van ez a különleges nap, az mikor történik? Hát, tavasz közepén, április 22-én. Na hát, ugrált a kis földbolygó örömében, és rögtön számolni kezdett. 1, 2, 3, 4, hú, de hiszen az 5 nap múlva lesz. Hű, de izgalmas! Hazám, gondold ki gyorsan, milyen ajándékot szeretnél. Öleléseket szeretnék, és egy csoki tortát, mondta Glóbi, de igazából az lenne a legnagyobb ajándék, ha érezném, hogy az emberek szeretnek. Az ölelés olyan, mintha gyógyítana. Hát, az ölelésen nem fog a hókusz-pókusz, nem tudom neked ide varázsolni, de van itt valami a számodra, aminek remélem örülni fogsz. Sámánsas mormolt valamit, és átnyújtott Glóbinak egy pár piros tornacipőt. Ez az én ajándékom, egy csodacsuka, amelynek segítségével bárhova eljuthatsz. Csak hunyd be a szemed, gondolj arra a helyre, ahová menni szeretnél, és már is oda repít. Ó, ez milyen szép, örvendezett Glóbi. Akkor próbáljam fel, és gondoljak egy olyan helyre, ahol szívesen lennék. Felpróbálhatod, de a cipők csak a szülinapodon kelnek életre. Akkor vedd fel, és meglátod, mi történik. Glóbi izgatottan várta, hogy eljöjjön az ő szülinapja, április 22-én az állatok csoki törtával köszöntötték barátjukat a főréten. Majd Glóbi belebújt a piros tornacipőbe, behunyta a szemét, és gondolt valamire. Talán már sejtett, így jutott el hozzám azon a bizonyos éjszakán. Azt hiszem, mindannyian örülnénk egy ilyen tornacipőnek. Sziasztok, gyerekek!